Pakssal kapcsolatban dr. Völner Pál, az infrastruktúráért felelős államtitkár elmondta, hogy az egy nagyon fontos stratégiai döntés volt. Paks az egy nagyon fontos stratégiai döntés volt, tehát az ország villamos energia ellátásának több mint 40%-át szolgáltatja, most azt hiszem 12 forintos kilovattóra áron, szemben például a úgynevezett zöld energiákkal, szélerőművekkel, napelemes energianyerő helyekkel, amelyek háromszoros áron állítják elő az energiát. Tehát ha lemondunk arról, hogy olcsó energiánk legyen, akkor valóban feladhatjuk Paksot, de azt hiszem, hogy a magyar lakosságnak a teherviselő képessége nem bírja el azt, hogy háromszoros áron fizesse az energiát, ezért született meg a döntés, hogyha Paks eddig is volt, most is van. A nagy többséget nem zavarja, egy biztonságos technológiát jelent, akkor a jövőben is ugyanígy az elkövetkezendő évtizedekben legyen a magyar villamos energiaellátásnak az alapja. Amellett, hogy itt lakossági szempontokról beszélünk, azt sem szabad kihagyni, hogy minden gazdaság versenyképességében nagyon nagy szerepe van annak, hogy milyen költségekkel dolgozik.